azonnali lépéseket követelünk, hogy meg lehessen akadályozni több ezer kilakoltatást. A veszélyhelyzet megszűnésével, ugyebár automatikusan megszűnik majd a kilakoltatási moratórium a jelenlegi jogszabályok értelmében, ami ugye azt jelenti, hogy június 1-től újból a népnyúzó végrehajtó kilakoltatások sokasságát foganatosíthatják a közeljövőben. Mivel arra való tekintettel, hogy nagyon régóta fennáll ez a kilakoltatási moratórium, ugye csak egy nagyon rövid időszakot engedélyezett a kormány a kilakoltatásoknak, hogy a végrehajtók ezeket véghez vigyék, így nagy valószínűségre egy hatalmas kilakoltatási dömping is várható az elkövetkezendő időszakban, hogyha semmilyen módosítás nem eszközöl a kormány. Az elmúlt időszakban rengeteg megkeresés érkezik be hozzánk, és mindegyik adósnál közös az, hogy kisemmizték őket, és a rendszer áldozatai. Van közös bennük az, hogy vagy a követeléskezelőkkel gyűlt meg a bajuk, vagy ugye a bankokkal, a devizahitellel kapcsolatban. Átlagosan ugye az elmúlt évek tendenciáját tekintve 3-4 ezer kilakoltatások zajlottak le évente, de különféle civil szervezetek, akik kilakoltatásokkal vagy hajléktalan kérdéssel foglalkoznak, ezt a számot erre az évre vonatkozólag ugye az elmúlt időszak stopja miatt akár 38 ezer kilakoltatásra is becsülhetik, ami hatalmas szám, akár meg is dőlhetne a rekord egy ilyen mértékűvel, de már 5-6 ezer kilakoltatással is, ugyebár a kilakoltatási rekord az megdőlne. Ezt ugye a gát nélkül tudják véghez vinni a végrehajtók, és az meg már különösen arcpirító, hogy a dr. Sádör György és a Völner Pál által kirobbant végrehajtói botrány után a kormány segítségével, a kormány támogatásával egy Kilakoltatás című filmet dobtak a filmvászonra az elmúlt időszakban, pont olyan célból, hogy ugye a szolidaritást próbálják kiölni a fiatalokból, az meg már gusztustalannak tartom kifejezetten, hogy ezt a filmet egyenesen egy vígjáték formájában alakították meg, miközben egy kilakoltatás, vagy az elmúlt időszakokra vonatkozó, ugye több ezer kilakoltatás, az azt jelentette, hogy több ezer család élete ment tönkre, és több százan, több ezren is menekülhettek a halálba ezáltal, és ebből kifolyólag, és ez felháborító, egy vígjáték formájában kell közölni. A Mi Hazánk mozgalom a továbbiakban is elkötelezett, hogy megállt parancsoljon akár a hién a követeléskezelőknek, a népnyúzó végrehajtóknak, vagy a kizsákmányoló bankoknak is. Tesszük ezt továbbra is mindenféle platformon, ahogy ezt eddig is megtettük, akár a rendőrségen, akár a parlamentben, ugyebár utcán vagy tüntetéseken is adott esetben. Ezért is követeljük a kormánytól, hogy hosszabbítsa meg a kilakoltatási moratóriumot úgy, hogy a veszélyhelyzetet a továbbiakban ne tartsa fenn, illetve a végrehajtások felfüggesztését is követeljük arra a végrehajtásokra vonatkozólag, amelyek mögött banki szerződések lapulnak. Végre álljon a kormány az emberek oldalára, és ne a kizsákmányoló bankokat, végrehajtókat támogassa a továbbiakban. Ezen kívül fontos az, hogy elismerje végre a kormány, hogy igenis Magyarországon a devizahitel csalás nem került megoldásra. Hiába vezették be a Nemzeti Eszközkezelő Programot, vagy esetleg a forintosítást. Itt, a mai Magyarországon a magyar családok még mindig szenvednek a devizahitel csalásban, és erre mielőbb megoldásra van szükség. Mielőbb igazságot és emberséget követelünk a végrehajtásban, és végleges megoldást a devizahitel csalásban.